Rövid történelme legsikeresebb őszi idényét zárja a román labdarúgó élvonalbeli bajnokságban a Sepsi USK. Összességében a 2020-as év is sikeres volt. Ezüstérmet szereztek a román kupában, és az új stadion munkálatai is jó ütemben haladnak. Ebben a naptári évben a Sepsi-Szentgyörgyi Sepsi OSK 37 tétmérkőzést vívott, ebből 13-at megnyert, 9-et elvesztett, míg 15 döntetlennel zárult. Történelme legnagyobb sikerét érte el idén, bejutott a Románia kupa döntőjébe, ahol azonban alul maradt a Fécsi CB-vel szemben. A 2020-2021-es idényben már az első mérkőzésén kiesett a kupából, viszont a bajnokságban csak 2 alkalommal talált legyőzőre. Összesen 27 ponttal negyedik a tabellán, és reális esélye van arra, hogy történelmes során másodszor jusson be a felsőházi rájátszásba. Én azt mondom, hogy a legsikeresebb évünk, ez látszik a táblázatban is, és azt tudom mondani, hogy végre igazi családias hangulat van a klubon belül, a csapaton belül, és azt tudom mondani, hogy ha marad ez a hangulat, és hogyha a fiúk tudják hozni ezt a formájukat, akkor a tavasszal egy jó szereplésre adok ott biztatásra. 2020-ban az új stadion építési munkálatai is jól haladtak. A létesítmény 65%-ban elkészült, már csak a belső munkálatok és a térrendezés van hátra. A Sepsi OSK 2021-ben tölti 10 éves születésnapját. Amennyiben megszűnnek a járvány miatti korlátozások, úgy a szurkolók az új, több mint 8000 férőhelyes stadion átadásával ünnepelhetik meg a jubileumot.